Sziasztok, Sirius Rékez pedig nem más, mint a péntek ilyen szuper rövid, szuper shooter streamünk egyébként. Elég fura időzítés jött össze a mai napra. Szóval nagyjából 5 körül le is kell zárom a streamet, ugye most 3 van, vagy hát 3-4-3, ami azt jelenti, hogy 2 és 1-4 óránk van. A zene pedig az Escape from Tarkovnak a menüzenéje. És láttam, hogy elmélkedtetek azon, hogy vajon miért nem húzom le, miközben játszom vele, mert ugye menüben voltam, azért, mert a zenem, a zenéje a várózenénk. Nem tudom, feltűnt-e így az elmúlt másfél-két év alatt. Jó, azóta nincsen visszaszámlálom, de hogy az elején a várakozás alatt a játék zenéjének a zenéjét használom a menüzenére. És nyilvánvalóan ott még nem tart a semmilyen audio technika, hogy egy játéknak az játéknak a hangjait le tudjuk választani egymástól. Tehát, hogy az lenne az igazán szép, hogyha a Tarkov menüjének zenéjét le tudnánk választani a Tarkov egyéb hangjáról. Igen, na az elég szik lenne. Azért azt valljuk be, hogy az elég szik lenne. Szóval, az a helyzet, hogy csütörtökön volt egy hete, hogy elkezdtük a Last of Us-t, ami azt jelenti, hogy én szerdán tarkovoztam, múlt hét szerdán tarkovoztam utoljára. Ebből adódóan egyébként különösen izgalmas, hogy miért rakta a... Egy pillanat. Szóval különösen izgalmas, hogy mi rakta a Skev karakteremet cooldownra. Az nagyon érdekelne, hogy azt ott mi rakta cooldownra, de semmi baj. Arra egyébként valaki emlékszik, hogy melyik oldalon szokott lenni a kamera Tarkovban? Bal vagy jobb alul szoktam tartani? RIP Insurance. Többek között egyébként bebuktam az insurance-t is. Ami azt jelenti, hogy az utolsó stream bal... egymás alá. Jobb azt hiszem. Bal talán. Jaj, zsebi, imádom. Jó, nyilvánvalóan értitek, nem kell feltétlenül emlékezni. Átrakom most a jobb oldalra. Szia, Nexus! Mintha bal lenne. Az a helyzet, hogy én is balra emlékszem. Mertek, ezt lehet, hogy vissza tudnám nézni. Mert hogy értitek, tehát hogy vannak Tarkov streamjeim. Fogom azt megnézem rajtuk, hogy melyik oldalra teszem a webkamerát. Hol van a Tarkov? Hol van a Tarkov? Escape from Tarkov! Yay! Ne indulj el, csak akkor, amikor megnyomom a gombot. Thank you. Oké, megnyomtam a gombot. Jobb oldalon. Jobb oldalon van. Ja, jobb oldalon van. Mert ugye jobb oldalon is van dolog, meg bal oldalon is van dolog, szóval alapvetően értitek, lehetne mind a kettőre érvelni, hogy miért nem feltétlenül az a legjobb megoldás. Na, szóval, nem igazán játszottam mostanában, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy az a minimális szint, amit sikerült elérnem, is valószínűleg kihussant az ablakon. Viszont egyébként csendesen hozzá kell tennem, hogyha le akarnék szokni a Tarkovról, akkor ez most lenne egy nagyon-nagyon jó időpont, ugyanis ugye egyéb okoknál fogva nem játszottam több, mint egy hete, ami azt jelenti, hogy igazából csak nem kéne elkezdeni soha többet. Viszont az helyzet, hogy nagyon-nagyon élvezem. Úgyhogy igazából miért ne pikkeljen fel újra, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy a mai nap folyamán szerzünk dolgokat, de nagyon jó lenne, mert az utolsó alkalomra, ha emlékeztek, az egy szerdai nap volt, amin gyakorlatilag végig szívtuk az egészet, minden körben vesztettünk majdnem, ameddig össze nem álltunk a srácokkal, és azt az ott elbukott összes cuccnak az insurance-ét buktam. Mert úgy működik a biztosítás a játékban, ugye, hogy azt vetted fel, amit nem lop el tőled valaki, az most mindegy, hogy ha ellopták, akkor ellopták, értek? Tehát emiatt nem tudom, hogy biztosan mennyi itemet buktam ezzel, viszont...
Viszont amiután egy pár nap, tehát a cucc után egy pár nap az, hogy lehetek nem fel van húzva a mikrofonom. Szóval a kör után, mikor elveszted a dolgokat, akkor egy pár nap, mire a biztosítás gyakorlatilag visszahozza neked a cuccokat, és utána egy pár napod van felvenni. És guess what? Hát ez nem történt meg. Pedig elvetek jónak kéne lennie. Na mindegy. Úgyhogy ja. Sajnos ez benne van, hogy ez bukó. Egyébként, wow! Vannak kérdéseim is, amiket nem biztos, hogy meg tudtak válaszolni, de hogy vannak nálam ilyen cuccok, amikkel az ég egyet a világon nem tudom, mit kéne csinálni. Tehát itt van például a Woodson a bossnak a fegyvere, és halvány elképzelésem sincs, hogy azt ott el kéne adni, nem kéne eladni, vagy meg kéne tartani, vagy szóval, hogy mit kéne csinálni vele. Szóval ez vannak itt ilyen elvi kérdéseim. Elég nagy a rumli is egyébként, mert nem is, tényleg nem játszottam, nem is raktam rendet se. Egyébként az egész össze van borulva körülbelül. Úgyhogy ma szépen megpróbálunk az alatt a... Szia Pötyi! Szépen megpróbálunk az alatt az időszak alatt, ameddig játszunk, egy kicsit visszarázódni. Mert ugye gyakorlatilag ennyit tudunk csinálni, illetve megpróbálunk szerezni egy kis pénzt. Nem állunk rosszul egyébként pénzzel, de az a helyzet, hogy egy ideje nem vettem semmilyen szuperértékes ládát, és alapvetően vehetnénk szuperértékes ládát. Szeretem az összes pénzemet ládákra elkölteni. Úgyhogy, haló? Szóval vehetnénk valami ládát, mert nyilvánvalóan minden pénzt jó ládára elkölteni. Gyakorlatilag ezt csinálom egyébként, minden pénzemet ládára költöm. Majd jön Újvi és megmondja, mi legyen. Igen, egyébként valószínűleg valami ilyesmi lesz a vége. Az a helyzet egyébként, hogy az előző stream elejére rend volt az inventorimban. Abszolút rend volt az inventorimban. Most olyan kérdések vannak, ugye, hogy nyilvánvalóan itt vannak ezek a cuccok. Ezt mondjuk nyilván bevihetjük egy körre, mert nem tűnik nagyon rossznak. Nem egy hatalmas kapacitása van, de egyáltalán nem tűnik nagyon rossznak. De hogy egy csomó cuccról még nincs eldöntve, hogy el akarom-e adni, vagy fel akarom-e használni. Ha akarsz sniperezni, akkor tartsd meg, és ha nem akarsz, akkor add el. Egy 85k-ért lehet adni egyben. Az a helyzet egyébként, hogy nem akarok sniperezni ezzel a scope-pal. Akarok sniperezni amúgy. Általánosságban, mert nekem nagyon izgalmasnak tűnik a sniper, mint műfaj. Nyilvánvalóan gondolom, nagyon ismerik el hozzá a pályákat, hogy ne találkozz véletlenül szembe emberekkel. Meg gondolom, Woodson kéne többet mászkálnom, hogyha mindenféleképpen sniperrel akarok rohangászni. De hogy egyébként szeretnék ezzel kísérletezni, viszont... Nem azzal a scope-pal, az viszonylag egyértelmű, illetve ha minden igaz, akkor most a Skevemen is egy ilyen van, csak kevesebb felszereléssel. Shoreline is oké sniperrel. Lehet, hogy el kéne Customen simán lehet sniperezni, igen, ha nem vagy egy olyan idióta, mint én, aki általában valahogy mégiscsak sikerül face-to-face találkozni az ellenfelekkel. Szóval, ez például egy probléma. Ez például egy probléma tud lenni. Mindegy, értitek, visszarázódunk, megpróbálunk visszarázódni. Nem volt nagyon magasan a lét, szóval alapvetően nem vesztettünk valószínűleg rengeteg skillt. A mai nap ugye egy kicsit összetettebb a kelleténél, szóval én ma egy olyan 5-ig bezárólag, tehát úgy, hogy ha 5-kor éppen küldiben vagyunk, akkor azt már befejezem, ha ilyen 16 óra 50 után lőjöttünk ki küldiből, akkor valószínűleg azt már nem, akkor már nem kezdek újat. Ha éppen, értitek, nagyjából valami ilyesmi a terv. 55 után mondjuk. És utána pedig 6-tól D&D lesz. 6-tól D&D lesz, amiben egy új kalandot fogunk kezdeni. De a D&D ugye nem ezen a csatornán fog történni. Azon nincs scope? Nincs, de mivel a másiknak rossz a scope-ja, ezért azon is a scope-ot cserélnénk. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy a scope-ot így is cseréljük valószínűleg azon is. Azt hiszem próbáltam már azt a scope-ot, ami van azon, és ha jól emlékszem, borzalmas volt. De hogy már mint olyannyira borzalmas, hogy nem tudtam, hogy milyen retket csináljak vele. Szóval... Yep!
A mai nap folyamán egyébként megpróbálunk lootolni. Lootolni és kihozni mindent. Nem keresünk akciót, szóljatok rám, ha akciót keresek. Mert néha hajlamos vagyok eldönteni, hogy nem keresek. A szkópa gyengék fegyver, egy igazi profi a fű mozgásából is megmondja, hol vannak az ellenfelek. Well, alapvetően teljesen egyértelműen el tudom képzelni, hogy ez így legyen. És azt is el tudom képzelni, hogy nálam nem így lesz. Ezt viszonylag egyértelműen el tudom képzelni, hogy nálam nem így lesz. Mindegy, ezt például, ha kihozzuk, meg kihozunk még mellé valami lootot, igazából azt szerintem tök jó. Wow! Akartam itt panaszkodni, ennél kezdhetnénk kevésbé annyi terület kellős köz... Ó, oh, de rég volt. Ó, oh, de rég volt. Ó, oh, de rég volt. Vannak kulcsaink, ami nem feltétlenül baj. Nem mondanám azt, hogy a táskánk is tök jó. Ó, oh, wow! Még el se kezdtük, azt már is megy a lövöldözés. Oké, szóval ugye ez egy szkevkör. Ha nem ölünk szkevet, nem ölnek meg a szkevek. Nyilvánvalóan ez ettől függetlenül nem ilyen egyszerű. Egy csomó esetben. De hogy attól még megpróbálhatjuk. Ó, és ja, és ezt nem is mondtam, hogy egyébként új egerem is van. Tehát ezt konkrétan még nem is mondtam, hogy új egerem is van. És nyilvánvalóan az egérérzékenység egy teljesen új műfaj lesz. És izgalmas lesz belőni. Hogy mennyit szeretnék, vagy hogyan szeretném. Szerintem ezt már itt valaki átnézte. Szerintem ezt már valaki átnézte. Ez szerintetek azt jelenti, hogy a másik helyet is átnézték már? Valószínűleg azt jelenti, hogy a másik helyet is átnézték már. Viszont még meghalni, meghalhatunk. Ez egyetem milyen fegyver? Single fire. Oh, hello. Gondolom félautomata. Oké, hát ők igazából hagyd lövöldözzenek. Mi megpróbálunk ellátogatni oda. Milyen az új egér a régi padon? Ah, teljesen jó. Nem akad meg ott, ahol az előző megakadt. Tehát, hogy ez egy viszonylag... az egér érzékenység, meg a megfelelő beállítások... Azokat még nem sikerült belőnöm. Ez most például szerintem... Valószínűleg ezt kéne megszoknom. Ó, oh, nyitva van. Akkor teljesen biztos, hogy valaki átnézte. Mondta Viktor, majd azért értitek, elkezdte átnézni. Ja. Tételezzük fel, hogy átnéztek akkor itt ezen az oldalon mindent. Igen, ezzel az egérérzékenységgel kéne játszanom. Mert ugye ez így nagyon, sokkal nagyobbat kell mozdítani a kezemen. Viszont hogyha át szokok rá, akkor az lehetne sokkal jobb hosszú távon. Mi az a scam? Skev, nem scam. A skev az azt jelenti, hogy a játék adja gyakorlatilag a felszerelést. Tehát nem a saját cuccaidat bukod a saját inventoridból. Nagyjából ez itt a lényeg. Hogyha kihozom, amit most nálam van, kihozom, akkor az tiszta profit. Ha útközben lelőnek, ami... Hát nézd. Volt már rá precedens. Szóval, hogyha útközben lelőnek, akkor meg nem bukok semmit a saját dolgaimból. Tehát a lehetőségét bukom, hogy ezeket a cuccokat kivigyem, az... Tény. De hogy nem bukom a saját cuccaimat, ami azért egy szignifikáns fejlődés, vagy szignifikáns előrelépés ahhoz képest, ha bukom a saját cuccaimat. De hogy ez csak ilyen, tehát hogy most ilyen úgy hangzok, mint aki picit is ért ehhez a játékhoz, nem értek ehhez a játékhoz. Viszont ezt a fegyvert szeretném kivinni. Szia, Bajtek! Néztem tegnap a Zsolti streameteket. Oh, hello! Hello, barátom, aki ide leültél pihenni. Ó, oh, lehet, hogy ő nézett át mindent, és akkor én most csak tömbösítve ezt tudom szedni tőle. Honnan lehet tudni, hogy ki ez kev? Hát általában béna a felszerelése. Szedett-vedett.
A player skevek, mert hogy az AI skevek, azok viszonylag egyszerűek, azok mozgásukat tekintve is egy kicsit. Tételezzük fel, hogy nem ránk lő. Szóval azok mozgásukat tekintve egyenesen mozognak, mit tudom én. Azt ad ide. Oké. Okay. My body is ready. Ő egyébként egy player volt. Karakterének a ruhájából alapján. Nem. Oké, okay, el akarok oda menni. Ó, és szia, Weevy! Jól van, most már akkor mindenki végig tudja nézni, aki érte ez a videójátékhoz, ahogy meghalok. Újra és újra. Ne, kicsit visszaszokunk, az jó lesz. Mondjuk még az időt se csekkoltam. Ami nyilván egy szörnyű hiba. Az van egyébként, hogy nem tudom sajnos, hogy mennyibe kerülnek a nálam lévő kulcsok, de hogy ennek a skevnek a felszerelésével így alapvetően elégedett lennék, ha kimennénk. Tehát, hogy nem igazán érzem feltétlenül, hogy... hogy csodákat kéne tennünk ahhoz, hogy az legyen a végén a benyomásom, hogy... Oké. Okay. Dolgok. Önbizalom, Viktor, önbizalom. Yes. Itt kérem alásan, az önbizalom hiányzik. Szia, Daniel Lord! Egyébként, amúgy... By the way, hiányzik az önbizalom is. Valószínűleg egy csomó szituációban, hogyha nem megijednék először, akkor az sokkal jobb lenne. Kulcsok nem drágák, viszont hasznos mindkettő. Nagyon jó. Hát ha hasznos, az már tök jó. Akkor nincs más hátra, mint a maradék 18 perc alatt kitrappolunk. Méghozzá a Scav Checkpointshoz, mert a Warehouse 4-et azt nem szeretem. Azt az egész környéket nem szeretem. Ami nyilván szorosan összefügg azzal, hogy nem ismerem. Menjünk hát fönt, ne. Valakit lövöldözött sniperrel. Lehet, hogy közben elment már. Ja, nyilván. Valószínűleg elment már. Menjünk át fönt. Hoppá. Au! Elegáns. Ja, Istenem, ez mennyire elegáns volt. Szerintetek itt átférek? Itt átférek. Az ég egyet a világon semmi mozgás nem láttam még. Hallottam lövöldözést messzebbről. De az sem nagyon. Gyerünk, adjál egy valamit. Ó, egy mount. Oké. Okay. Kicsit biztos voltam benne, hogy kapok egy adag cigit. Oké, okay, amikor... Szóval általában nagyon félek átmenni ezen a hidon. Nyilvánvalóan, mert középen van. És nagy, és magas, és rálátta mindenki is. Viszont amikor skev vagyok, és még nem lőttem meg skevet, akkor egy kicsit az az érzésem, hogy talán biztonságosabb lehet. Elsősorban ugye abból adódóan, hogy mert itt a híd másik oldalán skevek vannak, vagy hát tudnak, tehát lehetnek skevek. Ez nem azt jelenti, hogy mindig vannak. És ők nem lőnek le. Viszont ha játékos vagy, akkor lelőnek a retekbe. Mert akkor nem szeretnek. És azok bizony úgy lőnek, mint a Terminátor. Viszont az ég egyet a világon sehol se hallok semmi mozgást. Nem látok semmi mozgást. Itt technikailag simán lehet, hogy mindenki halott.
amivel nekem nincsen semmiféle fajta morális problémám. Hogy én akkor érkezzek. Jó, akkor fölmegyünk szerintem a substationhöz, ha eljutunk odáig. Meg elnézzünk a benzinkút irányába, csak így bekukucskálni, hogy értitek, hát ha olyan a szituáció, hogy mindenki meghalt, és össze tudunk csipegetni valamit anélkül, hogy veszélybe sodornánk a kis írhánkat. Illetve itt az út mellett is megnézhetnénk majd a tárolókat, hát ha van valami a földben. Elméletileg ugye a Skeva-toronyból akkor sem lőne, ha itt lenne. Amíg le nem lövöm valamelyik haverját. Ezen a részen volt olyan, azt hiszem, ó, ezen a részen volt, igen. Hogy valakire azt hittem, hogy AI Skev, és kiderült, hogy player. Na, annál megalázóbb nincs sok minden. Amikor azt hiszed, hogy izé... azt hiszed, hogy veled van. Aztán... hátba lő. Elég szomorú egyébként. Vajon ezen a buszon egyáltalán szokott lenni valami? Lehet, hogy akkor estünk be ebbe a meccsbe, amikor mindenki meghalt? Mióta játszom Tarkovot? Hát, egy pár hete... játszogatom így... nagyobb lelkesedéssel. Szóval, hogy nem régen. A csóró loot is loot. Oké. Okay. Hát egy pár stream volt már egyébként. Meg egy... párszor így próbálkoztam, de hogy nagyon... érted? A kezdők lelkesedésével játszom ezt a videójátékot. Oké, itt van valahol loot. Ó, lehet, hogy itt lesznek a gumiabroncsok? Majd nem itt lesznek a gumiabroncsok. Azt hiszem itt van valahol egy tároló. Vagy nincs itt valahol egy tároló? Lehet ott vannak a gumiabroncsok. Na, cool. Megvan. Ezen a pályán egyébként majdnem minden pontján haltam már meg. Majd legalábbis elég sok pontján haltam már meg. Nem annyira az én kategóriám egyébként. Valóban nem. De hogy a Doom se volt ez, és a Doomot is nagyon élveztem. Tehát, hogy általánosságban én se hittem, hogy én majd ilyen nagyon lesz kedvem tarkovozni. Talán azért vettem meg egyébként az első verziót. Mert Zsolti azt mondta, hogy szerinte megérné. Hát ez el van lőve a retekben. Ó. Oh. Az vajon jobb? Hát végül is védi az arcom. Fel akarom én azt venni, nem, mert el kell hozzá pakolni a mindent, és ráadásul szét is van lőve. Szóval Zsolti vett rá, azt hiszem valahogy, hogy érdemes lenne megvenni. És aztán valahogy így... akkor még nem is kapott el annyira egyébként. Hanem most a vibe után visszamentem kipróbálni. Én se hittem soha, hogy 2,5 órát fogok nézni valakit, hogy Minecraftozik. Ja, ne is mondd. Az... igen, a Minecraft az ilyen varázslatos dolog. Ó, oh, Zippo. Meg fura golyó, amit még nem is láttam soha.
És aztán most a vibe után így gondoltam, hogy akkor itt az ideje kipróbálni, mert ugye nagyon sokan mondták, hogy hát akkor itt ezt most ki lehetne próbálni, mert hogyha most kipróbálod, akkor mit tudom én, nem lőnek le azonnal magas tírű cuccokkal, ilyenek. Ami most már nyilván mindegy, mert gondolom most már aki akarta, az felhúzta magát. Szerintem ő AI Scav-nek tűnik egyébként. Az a baj, hogy itt viszont van egy, lehet egy boss, aminek most ilyen semmi nyomát nem látom. De nem is én vagyok a legjobb ember, hogy megmondja, hogy itt van-e a boss, vagy nincs. Mert nem tudom egyébként. Azt tudom, hogy vannak barátai. És ha vannak barátai, akkor... őket láthatunk, láthatjuk. Itt mintha valaki cipzározott volna valamit, nem? Oké, tételezzük fel, hogy nem egy nagyon ügyes játékos. Mármint aki... spameli neki az orosz beszédet miközben... miközben engem néz és mégsem lő le. Mekkora lenne, ha oda tennéd? Itt magát egyébként le is lőhettük volna, és amúgy nem is volt nagyon rossz utca. De amitől aggódok, az ugye az, hogyha van egy haverja valahol, amit ugye nyilván nem látok, mert... miért látnám? Oké, lehet, hogy már nem megyünk fel a izéhez. Van ide egy kulcsod a tatyóban, igen? Melyik kulcsom? Storage? Az valahol itt nyit valamit? Wow! Yes! Oké. Okay. Wow. Végül is a medic cuccok jók. És ugye mivel nem volt kinyitva, ezért nyilván nem is vitt el senki. Oh, hello! Jó, hát akkor a viszontlátásra. Oké, ez az, ami nem. Oké. Most már csak ki kéne jutni innen élve. Van-e konkrét útvonal tervem erre? Nincs. Itt van loot, így. Meg valamit láttam, hogy valamit megnéztek itt valahol, mintha lenne itt egy kulcs, vagy ilyesmi, vagy van esélye arra, hogy itt spawnol egy kulcs. Oké, tételezzük fel, hogy nem lőnek agyon azonnal, ha meglátnak. Hát ez egy végtelen csendes kör, úgyhogy mindjárt jön a fejes. Oké, szerintem itt ezen a részen átosanunk. Meg tudjuk nézni még a lőszeres dolgot. Van egy ilyen épület, amiben itt van lőszer, valamilyen oknál fogva. Nyilván a sztoriát nem... annyira vicces ez az egy szem takony foltotta izén.
sisakomon. Ott jobb oldalon van egy homályos rész. És aztán itt megyünk ki valahol ja, ezen az oldalon megyünk ki. A Scav checkpointon, szóval az elég jó. Ezt így, azt arányában könnyen elérjük innen. Well. Jó. Nem tudom, ilyenkor szerintem, ha nem a main karakter vagyunk, akkor gondolom nem fejlődik a dolog. Tehát ezt most gyakorlatilag teljesen feleslegesen iszom meg. Na mindegy. Kellene ide is kihívás? Nem, Szeti nem. No need. No need for kihívás. Az a helyzet, hogy bőven elegendő kihívás. Az, hogy bejöjjek és kimenjek. Vagy legalábbis nekem. Egyébként a Minecraft hardcore-ban is nagyon úgy néz ki, mintha bőven elegendő kihívás lenne az, hogy túléljem a dolgokat. De hogy ettől függetlenül oda írtunk kihívásokat. Fenti úriember az halott már, ugye? Vagy nem is volt. Itt egyáltalán van fent loot? Szerintem lehet, hogy amúgy nincs is. Ja, ő nincs itt. Pedig őt búcsúzó, még lehet, hogy arcon lőttem volna. Értek, mint egy elköszönés gyanánt. Fölcsönös, nem mehetsz ki, ha meghalsz a pályán. Szeti, esküszöm, nem fogok. Ha meghalok, akkor... Ez egy markolat. Ami ettől függetlenül lehet, hogy drágább valaminél, ami nálunk van, csak nem tudom minél. Jó, az kell küldihez. Jó, szerintem menjünk ki. Jó lesz. Bemelegítő körnek jó lesz akkor is, ha nem lőttem egy darabot se. Sőt, ez nem is lehetett volna ennél bemelegítő kör, ebbe bemelegítő kör. Ha. Üres slottal kimenni? Miért volt nem egy üres slot? Hú, ez megalázó. Ez egy békés kör volt. Hát alapvetően, hála az égnek nem lőttek ránk. Loot körnél legjobb, ha nem kell lőni. Technikailag ez egy loot kör volt, igen. Ki akar lődözni ebben a játékban? Töltény drága. Egyébként igen. A töltény drága is. Vagy hát a töltény is drága, az életem is drága. Szigorúan véve sikerült kihozni dolgokat. Ej. És most jön a fél óra pakolászás. Nem, igen. Nem. Ó, Újvi vagy Bajtek, ha még itt vagytok. Kihoztam ugye a múltkor az úriembernek a sniperét, hogy azt érdemes elrakni. Lehet, hogy megkérdeztem már ezt, hogy ezt érdemes elrakni, kell-e valami küldihez? Ó, azt hiszem kell valami küldihez, de valami küldinek a 6. szintjéhez, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy ez így elég soká van. Oké, mi az, ami kell a küld? Ez biztos, hogy kell. Mondjuk nagyon sok kell belőle, és ahhoz képest nagyon nincs sok példányunk. Add el. Jó, akkor eladom majd. Ezeken most nem megyünk végig szerintem. Ebből majd biztos, hogy csinálunk valamit. Nyilvánvalóan ezek ilyen izgalmas kérdések, hogy most így mi mennyibe kerül meg. Haló? Ja, nem, rossz menüben vagyok. Lol. Dolgok, amiket meg kell szokni, amikor visszaérünk. Ez nem az, az egy másik fegyó. Oké. Okay. És akkor elméletileg most jön az, hogy megyünk a karakteremmel is egy kört, akinél van egy M4, ami
amit tökre szeretek, és tök cool lesz elveszteni. Bár egyébként ez utána kör után igazából simán benne van, hogy nem veszítjük el. Ezt nem lehet felvenni izével, ugye? Nem, ezt nem lehet felvenni fejhallgatóval. Shame. That's a real shame. Jó, itt van egy újabb adag fegyverünk, amik értetek, akár egy helyen is lehetnének. A fegyverek, amikről nem tudom eldönteni, ez összezárható? Igen. A fegyverek, amikről nem tudom eldönteni, hogy el akarom őket adni, vagy sem. Illetve nyilván van a helyesebb megfogalmazás, az, hogy nyilván van, el akarom adni. Oké, okay, storage, akkor ez a kulcs, ez jó, ha nálunk van. Mert... gas station... mert akkor lehet, hogy most a gas station-en már ki tudjuk nyitni mind a két... oh, ez nem ezt akartam. Ki tudjuk nyitni mind a két ajtót. Ami nem feltétlenül... manager office... aha, lehet, hogy ki tudjuk mind a... nem, négyen menj, majd a csapattal, jó? De a csapattal megyek, akkor meg nem kell lőnöm. Érted? Tehát, hogy... bár mondjuk, ha minden jól megy, itt sem. Jó, akkor ezt lehet, hogy akkor a csapatra ezt elrakjuk. Végül is van egy csomó, mondjuk akkor ügyködnünk kell. Bár ha fogjuk ezt az alkát, és csak megpróbálunk rárakni valami távcsövet. Aha, ezt oda nem fogom visszarakni, ahonnan azt elvettem. De miért létezel egyáltalán? Ezért viheted az M4-et, nem veszted el! Ó, oh, szép, szép. Egy jó kis sniper kör. Hát ez attól függ, hogy most lootolni akarok-e menni, vagy nem. Oké, okay, van itt egy AK-105. Az AK-105, az AK-105-öket szeretem. Oké, okay, tegyünk rá valamit. Valahogy. A kérdés, hogy van-e hozzá equipmentem, hogy feltegyünk rá. De most csak valami olcsó kéne egyébként. Mert ezt tudom, hogy van ilyen... hiszen, hogy csak rá kéne rakni valami olcsót. Mert nem akarok nagyon lövöldözni úgyse. Vannak például ezek, ez pont rámegy. És igazából ezzel gyakorlatilag ez már használható is. Kész, az csá. Adhatsz pár tippet, hogy magamtól? Hát ilyen közösen szoktunk egyébként így rájövögetni a dolgokra. De hogy általában az a preferencia a tippekkel kapcsolatban, hogy kérdezek. És akkor arra lehet válaszolni, amikor kérdezek nyilván, hogy ez viszonylag logikus egyébként. Tehát, hogy ez az átlagos dolog, ami nyilván a legkevésbé kedvelt itt nálam, tehát én a legkevésbé kedvelem, az amikor olyanba szóltok bele menet közben, hogy mondjuk ott volt valami, és akkor vissza kell érte menni. És ugye nyilvánvalóan, ha nem láttam, akkor nem láttam. Tehát az a legkevésbé, de ha így babrálás közben van valamivel kapcsolatban tipped, az nyilván, érted, nem árt senkinek, csak ne sértődj meg, ha nem látom meg, vagy nem érdekel. nem az a jó kifejezés, hogy ne ez nem kompatibilis, ugye? Pepe akart adni egyet, de lelőttek vele, mint egy kutyát, úgyhogy igazából nem is... nem lett... Jó, igazából szerintem ennyivel bemeltünk. A fejhallgatót se kéne feltétlenül vinni. Felveszünk még egy ilyet, aztán azt mondjuk, hogy... meg felveszünk egy ilyet. Ezek a szemüvegek csinálnak bármit, mert minden egyes alkalommal felveszem. Szuper büszkén egyébként, ezt hozzá kell tennem. Tehát, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Jó, szerintem így okésak leszünk. Ja, ammo nem számít. Nem tervezek lövöldözni. Meg az a baj általában a tippekkel, hogy nem ugyanazon a büdzsén vagyunk. Meg egyébként az ammókról pont néztem tutorial videót, ez nem azt jelenti, hogy tudom, hogy a BP jó-e vagy nem, mert nem ilyen jellegű, hanem erre az egész felhajtásra ugye, hogy a drágább ammók mennyivel jobbak, és nézegettem ilyen damage körvöket, meg hogy hogyan áll össze a damage-ük is, hogy egyáltalán nem annyira egyértelmű az, hogy a legjobb ammót. Ez egy jó tipp, olvasd el. A BP hanyagolása? Vagy az, hogy azt olvassam el? Ez egy mikor lesz kérdés. Mert vannak nekem egyébként más ammóim. Én most azért vettem elő a BP-t, mert... azt hittem azért van nálam, mert az jó.
Mert hogy nem azt hittem, hogy a BP jó, hanem azt hittem, hogy azért van nálam, mert az jó. Na várjál, mink van még. Ebből élünk. Szóval, hogy ebből élünk. Ezek közül szerintetek mit vigyek? Mert hogy ezek közül simán tudom bármelyiket vinni, ezek vannak. Újat most nem fogok venni. Ebben PS van. Meg aztán nem PS valószínűleg. Ja, ebben PS meg BT. Valamilyen oknál fogva. Ebben 7N39. Ja, Istenem, imádom. BT, jó, legyen BT. Van BT-nk, úgyhogy... és akkor most meg kell tálnom, hogy melyik tár volt az, ugye? Unload BP. Unload. Oké. Valószínűleg csak a felső három volt, akkor BP. BP, BP, BT. Nagyon jó. BT az jó és aránylag olcsó. 7N39 a legjobb. Ja, hogyha van lőszerem, akkor ellövöm. Tehát, hogy én általában nem szoktam eladni a lőszereket. Csak nem vennék, hogyha lehetséges, hogy ne vegyek. Tudom, hogy azt mondtam, hogy nem adom el a dolgokat, de értitek. Ezt az egyet csak eladjuk. Valami pénz kell. A 7N39 még bugos és a flash damage-e kétszeres. Wow. Wow. De fura. Na mindegy. Vannak nálunk kellő lőszerek, viszünk akkor magunkkal extra lőszert is. Hogyha kell, akkor tudjunk. 15 extra lőszert. Oké, valaki mondta a T-t is, de a T az nem csak az, hogy tracer. Tehát, hogy ez konkrétan nem csak világít, hogy honnan lövök? Oké, az a 15 nem sok. Mindegy, jó lesz. Menjünk. Alapvetően akár még alkalmas is lehet ez az egész kör arra, hogy kiussunk. Főleg, hogyha nem mászunk bele semmibe nagyon. Ami nyilvánvalóan nem így fog kinézni, mert nyilvánvalóan azonnal bele fogok mászni mindenbe nagyon. Igen, nekem a tracer lőszer ez nem tűnik jó választásnak egyébként, hanem nem csapatban gurulunk. Szerintetek most biztosítom ezzel a kulcsot? Na, hogy biztosítom ezzel a kulcsot. Csak le kéne vennem, hogy ezt ne biztosítsam. Táska! Akartam épp mondani, hogy ez egy budget run, de aztán észrevettem, hogy a BT is tracer? Ó, oh, nem mondod. Mondjuk benne van a T, szóval... Végül is logikus. Biztos, hogy jelentenek valamit egyébként a nevében ezek a betűk, és általában engem így tökre érdekelnek is az ilyenek. Na, vigyünk valami táskát. Hát ez egy remek táska választásnak tűnik. Azon gondolkozom, hogy ez létezik. Hogy azt, hogy a teljes fullos ilyen táska körödet bepakolhassd az inventoridba egyszerre, az lehet, hogy ez csak a legnagyobb csomag tudja csinálni? Mert szerintem nekem régen ezzel volt problémám. Azt hiszem minden biztosítva van. Elbizonytalanodtam benne, hogy minden biztosítva van-e. Majd lősz magadnak egy táskát. Hát, hogy ne? That's me. Majd megyek, és aztán majd lövök magamnak egy táskát. Ja, az én vagyok. Ja, igen. Jó is, hogy mondod egyébként, mert nyilvánvalóan érted. Tehát, hogy erre készültem egyébként. Lőni magamnak egy táskát. Jó, biztosítsuk be a táskát is, értitek? Max visszakapjuk. Odaig, sőt, tudjátok mit? Nem is lövök magamnak egy táskát, hanem megkéselek valakit, és elveszem a táskáját.
Take that. Mondjuk nincs nem kés. A agyonverem baltával. Agyonverem baltával és elveszem. Elveszem a nála lévő táskát. Hm? Mi egyébként ma a programotok újvi? Fogtok játszani? Valahogy így nem tudom, milyen 4 és 5 között? Vagy játszotok, vagy nem vagytok gépnél? Illetve ha fogtok játszani, van-e kedvetek grubban? Igen, a kérdés az, hogy van-e kedvetek kerizni a seggemet. Meg időtök. Nyilván. Lehet, hogy pont nincs itt. 15. Tök büszke voltam egy-két a szintemre, aztán megláttam, hogy Zsolti hol tart már, és így well. Elkészült a Bitcoin farmod? Menő. A baltás dolog sounds good, doesn't work. Egy kör, ahol csak a baltát viszed be. Hát én nagyon szívesen beviszem, srácok, csak a baltát, de tudjátok, hogy mi lesz annak a vége. Azt se tudom, hogy van hitele egyébként egy balta. Küldik el, hogy haladok? Hát így haladgatok, de nem... nem rassolom őket nagyon. A srácokkal, új Vialbytekkel, meg így ezzel a csapattal, ővelük iszonyat... nincs megbeszélve, de írok Zsoltinak gyorsan. Ja, nyilván a... mondjuk ő azt hiszem, ma Last of Us-t akar streamen. Én nekem meg ilyen nagyon specifikus, hogy ötkor fel kell állnom a játék elől sajnos. Szóval, hogy ha nem sikerül, akkor abszolút no worries. A Skevek AI-ja úgy működik, hogyha csak egy baltát viszel, akkor vadásznak rád. Azt miért? Aj, jó, bemegyünk az irodába. Egyszer élünk, ez jár nekünk. De nem, hát a szkevek azok így is, úgy is. Mármint, hogy... a szkevek így is, úgy is vadásznak rád, hogyha a PMC-vel mész. Haj, here we go again. Igen, egy kicsit fura a sorrend. Azt hiszem, az drága. Van egy az inventorimban, és nem merem eladni, de amúgy azt hiszem, az drága. Emlékezz az ablakra. Igen, az ablakra emlékezni kell sajnos. 17-től jó Zsoltinak. Jaja! Nekem akkor már sajnos fel kell állnom. Sorry. De köszi, hogy megkérdezted. Nem igazán drága. Nem igazán drága, nem igazán drága. Sose felejtsd el, hogy csóró vagyok. Ó, oh, 20-30 ezer? Akkor tényleg nem igazán drága. Vissza az egész. Na, izét indítunk egyébként, számítástechnikai boltot, srácok. Ez, hogy eljövök már is, akkor záródnak be a dolgok, ez a világ legidegesítőbb dolga. Mondtam én, hogy számítástechnikai boltot nyitok. PSU, az kell valamihez, nem? Lehet, hogy nekem nem kell semmihez még. A Wire az talán kell valamihez, de lehet, hogy azt is befejeztem már. Azt mondja, a PSU marha nagy és tök olcsó. Nagyon rossz kombó egyébként.
ezen a lépcsőn tartózkodni. Jó, dolgok, amikről a fene se tudja, hogy kellene-e nekem egyáltalán. Jó, az nyilván kell a számítógépnek a PSU, tehát hogy az addig oké, okay, az a kérdés, hogy én kicipáljam el a táskámba, vagy ne. Egész csendes itt ez a környék amúgy. Hol tudok kimenni? Aha, nyilván, hol máshol tudnék kimenni. Oké, okay, fiúk. Igen, hozz ki. PSU jelenleg nagyon drága. Ó, oh, igen? Oké. Okay. 63K! Oké, okay, cool. Amikor utoljára kivittem, akkor szinte így semmit nem ért. És nagyon csalódott voltam. Igazából nem voltam annyira csalódott egyébként, de eléggé. A Zsoltinak kell, vagy lehet, hogy nem az kell. Mindegy. That's a shame. That's a real shame. A DVD meghajtó az drága? Nagyon nagy. Ne felejtsük el, hogy nem tudok most tárazni. Ez nem az alsó volt még, ugye? DVD-t dobt ki. Ilyen elektrotechnikai szökés ez most egyébként. Itt maradhatsz. Na jó, menjünk, szerezzünk kulcsokat. Mert úgy értem, hogy próbáljunk meg szerezni kulcsokat. Csavar az nem drága. Na, hát ez volt a tippem. Én nagyon sok időt töltök el itt ezen a környéken egyébként. Ami nem tudom, hogy baj-e. Halló? Kulcs az kulcs. Akkor is, hogyha nem egy nagyon drága kulcs. Kulcsnak van helyünk, úgyhogy. Oh, hello! Fantasztikusan jó hír. Ezt meg csak eldobom, hogy nehezebb legyen összeszedni. Take that videójáték. A csavar? Mi? Az a kis adag csavar az sokkal drágább, mint egy DVD? Nem mondod, hogy az a kis adag csavar sokkal drágább, mint egy DVD? Nem vagyok feltétlenül boldog.
Bizony, ez a három kabát, ez megváltás. Na jó, mit szóltok, ha... Nem megyek vissza azokért a izékért? Azokért a csavarokért? Csak próbáljunk meg kijutni. Ja, próbáljunk meg kijutni. Mert lenne jó kijutni? Én arra szeretnék kijutni. Arra megyünk. Nem akarok bemenni, mert ott vannak szkevek. Itt szerintem átmegyünk. És utána csak éjszakon elosanunk. Tudjátok, a szokásos útvonalunkon elosanunk. Nem feltétlenül a legjobb taktika. És nem feltétlenül szolid taktika. De taktika nem de lesz. Ja, nincs olyan jel... Van menetrend, hogy mikor akarok streamelni, de most a héten a közelében nem voltam annak, hogy tartsam egyébként. De hogy a közelében nem voltam. Hihetetlen. Teljes nonsens. Olyan messze voltam attól bármitől, ami a menetrendünkre hasonlít, hogy... Öröm volt nézni. Jó, hát... ennek valaki nagyon fog örülni. Nem feltétlenül leszek az. Oké, itt nincs semmi kabát, semmi ilyesmi. Oké, megyünk kifelé. Innentől nem hagyjuk magunkat elcsábulni. És vagy meghalni. Csípőből tüzelünk mindenkire, aki mozog. És elég közel van ahhoz, hogy csípőből tüzeljünk rá. És csak kibattyogunk. Összeszedtünk valamennyi cuccot. Nyilván jó lenne tudni pontosan mindenek az értékét, de ez nem én vagyok. Oké, hogy állunk idővel? Ja, valószínűleg lassacskán jönnek a scav playerek, akikkel csak meg kell próbálni nem találkozni. Hát, ha ők nem arra fele ninjáznak, mint én. Nem hallok senkit. Modi vagyok és sose tudom mikor van stream. Hát volt egy idő intervallum, amit régen sokáig használtunk. A 9:30 és délután 4-5, 3-4-5. Ezt elég sokáig használtuk egyébként, de ez már elmúlt. Tehát, hogy ez már elmúlt. Mostanában sajnos általában akkor van stream, amikor sikerül. Az ott is scav? Ja, az ott is scav. Nem player. Szerintem ez nem nekem szólt. És az a helyzet, hogy ez lehet, hogy még ijesztőbb.
Szia, Eszter! Ó, szegény te, hát te is mindig az izére nézel be. Az Escape from Tarkovra, amikor valószínűleg nem feltétlenül a legpreferáltabb játékod. Pedig tegnap még Minecraft is volt. Ami pedig valljuk be őszintén, ezért mégiscsak Minecraft. Szerintetek jön utánam Scav Player, aki az előbb ott... Kivégezte a Scavet? Ó, ne. Ó, de! Well, vajon mi nem drága? A tej drága, tudom, hogy a tej drága. Az nem sikerült. Viktor túl taktikus volt. Plug melletti site. Plug melletti site. Az. Oké, cool. El fogom dobni, ha el kell dobnom. Valószínűleg el kell majd dobnom, mert azért itt lesznek útközben majd még cuccak. Ebben a dobozban nem nagyon szoktam a izét találni egyébként. Ilyenkor mindig azért egy picit megdobban a szívem, hogy el tudom, értitek? Be lehetne nézni. De közben nyilván nem akarunk oda benézni. Mármint úgy értem, hogy akár be is akarhatnánk. De nyilván nem. Csak van nál... Ó, nyitva is van az ajtó, mehetünk is. Akkor is benézni, nem streambe játszanék? Dehogy is. Nem streambe játszanék, még csak jobbra se néznék, csak a falra koncentrálnék. Rátapadnék erre a falra itt. És mennék kifelé. Mint a gépsas. Szia Bencix! Igen, ez egy hia volt. A H és a Szia-nak egy nagyon-nagyon fura keveréke. Istenem, mindegy, ha lúd legyen kövér, srácok. Kiviszünk 10 terányi izét helyet. Ez most... micsoda? 4 percen van kijutni? Micsoda? De miért? Az előbb nem volt ennél több időm? Nem lettünk ennyire lassúak. Ennyire lassúak voltunk? Holy guacamole! Az baj. Vel, ebben az esetben drukkoljatok. Nem figyeltem az időt.
Le kell mennünk ugye hátra. A ZB-10-11-re. Ja, szerintem a többi sincsen közelebb jelenleg. Nyilván van nálam egy factory kulcs. Illetve szó szerint egyébként kettő factory kulcs van nálam. Tudom, hogy ezt meséltem már streamben, de annyira dühös vagyok magamra, hogy ránk romlott egyébként másfél csomagi óriás túró rudi, hogy ezt nem tudom nektek elmondani, srácok. Nagyon szeretem az óriás túró rudit. És emiatt van itthon, és rendeltem. És valahogy csak nem fogyott el. Kidobtad? Nem, még nem, mert nincs szívem kidobni, de hogy egyébként 21-én járt le, szóval lassan ki kell dobnom majd. Bel, az a helyzet, hogy azzal vigasztanom magam, hogy lehet, hogy most már egészen biztonságosak vagyunk. Mert ki van már ilyenkor bent? Én is dühös vagyok rád, mert évente kétszer eltek túró Rudit. Igen, egyébként abszolút, abszolút meg tudom érteni a fájdalmad. Imádom a túró Rudit. Nagyon, nagyon, nem tudom, nagyon finom. Egy ideje így nagyon rákaptam. Akartam mondani, hogy valami nem jó. Melyik a kedvenc ízem? A sima? Sima pöttyös óriás. Maximálisan a... Jó, azért az mondjuk elég, azért az elég dope lett volna, nem veszem észre egy egész körön keresztül. Vagy nem veszem észre másfél percen keresztül azt, hogy rossz helyen fekszem. Ja, azért az mondjuk... Rate time 21 perc. Srácok, mi történt a rate time-mal? 21 percet voltam bent, nem voltam bent 30 percet. Ez nem egy 25 perces raid. Vagy ez egy 25 perces raid? Szerintem eltűnt idő a rate time-ból. Huszonegy percet voltam bent úgy, hogy ebből már az utolsó 4 percen fenyegetett. Csak nekem fura. Ó, valami nem volt oké a szerverrel. Na, írjad jóvá a szánalom XP-met, aztán menjünk. Aztán gondolkozom, hogy lehet, hogy azért éltem túl mind a két kört, mert egyébként rajtam kívül nem is volt senki. Mert valami szerveri sú van. És én így ilyen halálvidámon jammeltem ott gyakorlatilag totál szólóban. Van ilyen jellegű hiba ebben a videójátékban vajon? Igen, emlékeim, nem voltam egyedül, mert szerintem a benzinkútnál ott volt 6 a cáré. Valami ping probléma van, én be se tudok lépni a játékba. Ó, jól hangzik. Akkor kipakolok gyorsan. Szerintem egyelőre még nem pakolom el, csak kidobálom. HDD, HDD, HDD. Legalább lenne annyi szíved, hogy egymás mellé rakod őket, videójáték.
Tudom, hogy ne én tartsak előadást neked erről, de hát akkor is. Oké. Coin. Ez a kulcs, ez biztos, hogy nem kell, mondta Viktor is megint elküldte. Oké. Most mi van? Igen, mint egy maintenance lett, srácok. Úgy döntött a videójáték, hogy ő akkor most maintenance-elne alólam. Szerintetek hány óra után legális alkoholt inni, úgyhogy ne legyek alkoholistának bélyegezve. Van egy üveg baromi finom borom, és annyira innék egy... Szerintem... 6 után már biztos. 6 után már biztos. And it's gone. Halló videójáték, gondolkoztál már azon, hogy... kiengedsz? Én... Szóval ez nem akar kikapcsolni. Semmi baj. Nyilván, leállítanak Task Managerből, Tarkov. Ne, rá se ráncs! Mi lenne a probléma? User action required. Yes. I am the user. Gondoltál már rá, hogy itt vagyok, és akkor most meg lehetne csinálni a user action dolgodat? Igazából benne van a hétben. Benne van a hétben ez. Tehát, hogy így alapvetően benne van a hétben ez. Most őszintén. Tehát, hogy ez így tematikusan így illeszkedik a hétben a. Tehát, hogy most elméletileg nem lehet elindulni. Elindítani a dolgot. Jaj. Szóval elméletileg most egy hétig, szóval egy óráig nem lesz videójáték. Most két opciónk van. Az egyik, amire hajlok, hogy egyszerűen csak, igen, ma lesz D&D. Lehetséges, hogy egyszerűen csak lelövöm a streamet, srácok. Volt két jó körünk. Lehet, hogy azért, mert nem engedett be senkit a játék, aki tudott lőni. De hogy... Nézzünk gyorsan egy MC-kört. Egy órára nem indítok MC-s, srácok. Tehát, hogy egy órára nem szeretnék elindítani szinte semmit. Hát az ilyen... Az átállás nincs annyi. Nincs kedvem annyira kodozni, Tomi. De közben van egyébként kedvem kodozni. Nézzük, le kell szednem minden update-t a kodhoz. Pedig egy óra épp elég beleesni a lávába, így van, csak semmi máshoz nem. Vár, nem tudom hány gigát foglal a kod, de leszette az update-et magától. R6! Pff, na az izgalmas lenne! Megvan egyébként a Rainbow Six Siege. És ennyi. Tehát, hogy onnantól nincsen semmi content, nincsen semmi. Egy órakor streamben, aztán még egy kicsi streamen kívül. Nem, nekem 5-kor le kell lőnöm a dolgot. Ja, lépjél be, Tomi, kodozunk egy jót. Nem gondoltam volna, hogy ide eszkalálódik ez a mai nap. Több különböző okból nem gondoltam volna. Viszont kaptok egy reklámszünetet, mert nagyon csúnyán villog előttem a... reklámoknak hozója gomb. Menjünk R6-ot valamikor, nekem is megvan, de sosem indítottam el, le sem töltöttem. Hú, az egy világi R6-ozás lenne, azt kell mondjam. Az egy világi R6-ozás. Modern Warfare.
Mi ennek a kódnak a címe? Call of Duty Modern Warfare. Akkor miért rakod előrébb a listában a Call of Duty Modern Warfare 2-t? Jövök, Tomi, jövök. Ó, még mindig pörög a Valorant? Mert akkor nyomogatom a reklámszüneteket becsülettel, hát srácok. Valamiből be kell áramolni a reklámmillióknak. Egyébként képzeljétek el, jövőre át akarják dolgozni a katás adózást, és ha egy adott helyre kiszemlez a 3 millió forint fölött, akkor onnantól a 3 millió forint fölötti részre 40% adót akarnak kivágni. Ugye nyilván ezzel is meg akarják akadályozni a burkolt foglalkoztatást, és nem vagyok benne biztos, hogy ez engem érint-e bármiben. Szóval egy kicsit félek, hogy igen, de jelenleg nem. Tudom. Bubának nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékozott egy szabot Vikinek. Nagyon-nagyon király vagy. Mennyi idő volt újvja a Millennium Falcon? Összesen? Nem, ez nagyon ilyen kompetitívnek tűnik, de hogy így igazából nem az, csak hogy mennyi időt építetted. Ó, oh, Tomi. Lehet, hogy nem tudom most fellőni a kodot. Az valahol szomorú egyébként, mert hogy téged nem érint. Szerintem azért nem érint amúgy, mert nem számlázok egy helyre 3 millió forint fölött. Sok helyre számlázok egyébként, vagy hát több helyre számlázok, de hogy szerintem nem számlázok. Ja, nem tudok kódra csak úgy átállni, mert a Call of Duty-t nem tudom processzorral kódolni. Igen. Mindegy, lejátssza ezt a videót, amit valamilyen oknál fogva le akar játszani. Jó, hát akkor... Próbáljuk meg, hát ha működik. Tíz fölött? Az nem lep meg, hogy 10 fölött, mert nekem 24 volt. Két streamben építettem össze egyébként. Egy 16 órás, meg egy 8 órásban. Ez egy 8 órás, meg egy 16 órásban. Vagy egy 8... Valami. Miért játszik ez videót? Szóval az meglepne, ha 10 alatt lenne az építési ideje. I wanna go, please let me go! Thank you. Thank you, videójáték. Thank you. Oké, és akkor át kell írnom a videójátékot. Az megtörtént. Próbáljuk meg így streamelni, Tomi, és hogyha összeomlik, akkor lelöm a streamet és játszunk stream nélkül tovább. Jaj, Viktor, mennyire egy vicces ember vagy. Jaj, mások kár ráhumorizálni. And it's done. Nem. Oké, még nem. Jó, para. Nem, újraindítom. Egy pillanat és jövök.